Igen, Ez hát van. ennyit Mivel az iskolával, még annyit mondjam. Hát ott van egy átköltözött egy épületbe, nem szólhatunk rá tulajdonképpen sok rosszat, mert aránylag szépen fel lett újítva az épület. Jó, kémialabor nincsen még, tehát busszal mennek. De ezek szerint akkor valami eredménye volt a tiltakozásoknak. Igen, de ez csak egy ideiglenes elhelyezés, mert 2 év múlva ez már másnak van ígérve az iskola. Tehát ez csak egy ideiglenes elhelyezés az iskolának. Tehát a végleges elhelyezése még mindig nincsen meg. Hát annyi, hogy most 8 kilométerre messze fordjuk a gyereket. Még a tatarozás, még iskola kezdetes alatt is folyt, nem volt víz, fűtés egy darabig, de megoldódott. Tehát Isten igazából az volt a fő probléma, hogy nem tudtuk, tehát nem tájékoztattak arról, hogy mi lesz. Hogy mi lesz. És hát természetesen késve is kezdődött az iskola, mert nem volt kész az épület. Tehát és az 5-6 év nem volt elég arra, hogy fölkészüljön. Nem, igen. Ha még megenged, még pár a mai műsorhoz kapcsolódó hozzászólást. Nem vagyok semmilyen beállítottságú, 87-ben diszidáltam, azóta nagy részt egyébként az Egyesült Államokban élek. A fiam ott született kint Amerikában is. És erre hazahozta Esztergomistát? Igen, mert nem akartam, hogy Amerikába járjon iskolában, mert megvan a véleményem az amerikai iskola rendszerről. De a betegbiztosítással kapcsolatban, mint ön is biztosan tudja, Amerikában ugye magánbiztosítási rendszer működik. Igen. Amikor a fiam megszületett, amit a biztosító fizetett természetesen, vízidíjnak megfelelő ilyen, hát vízidíj, látogatási díjat ott is kell fizetni, 5 és 20 dollár között biztosítótól függetlenül. De a szülés után az orvos jött be virágcsokorral és ajándékkal megköszönni, hogy nála szült a feleségem. Nem hála pénz. Igen, mert ugye, ha nem nála szül, akkor nincsen munkája. Világos. Tehát ő megfizeti, őt a biztosítótól megkapja a pénzt, elvégzi a munkáját, és ezért ő hálás nekem, hogy... Hát igen, ezt kéne valahogy elérni és megváltoztatni itt. Hogy ez most... amíg a feneketlen kútba dobjuk a pénzt, addig nem lesz ilyen. Tehát a több biztosítós rendszer szerintem pont ez irányban haladna, hogy igenis legyen pontos elszámolás, és legyen megfizetve az egészségügyi ellátás is normálisan, és az emberek választhassanak biztosítót is. De hát látja ezek szerint, hogy milyen a hangulat, és hogy próbálják ezt a hangulatot befolyásolni, és mivel próbálják ijesztgetni az embereket. Igen. A hangulatra, amikor Orbán Viktor úr hatalomra került, és számon kérték tőle a választási ígéreteket, nem tudom, emlékeznek erre a mondatára, hogy uraim, más a választási kampány, és más a kormányzás. Hát, hogy ő mondta ezt személyesen, vagy egy kollégája, egy szintén vezető, azt hiszem egy másik fideszes vezető mondta ezt, nem ő, de a lényeg, mert egy csomó dolgot ígértek, és egy csomó dologból nem lett semmi. És amikor mondta, hogy parlament nélkül is lehet kormányozni, ugye, tehát ha jól emlékszem, ez elég ritkán ülés. Igen, de a parlament is elég ritkán ülésezett abban az időben. Hát ülésezett, csak igen. Igen, mindegy, a 3 hetenkéntet minősítették hetenkéntinek. A hosszú bájtok éjszakája pedig hát az nagy valószínűséggel megvolt, és gondolom még emlékeznek a hallgatók is Ezüst Hajó Kft. És társai működésére. Abban az időben még engem is megkerestek, hogy Amerika, amikor ugye kormányváltás volt, és féltek, hogy az Ezüst Hajót elszámoltatják, hogy külföldről beszámlázni nekik, hogy valamennyire tisztára tudják mosni. Nem mondja, hogy igen. Valamelyik céghez kötődő ember igen. Megkereste önt, hogy igen. Segítsen igen. Egy kis számlázásban? Igen. Ó, de igen. Jó történet. Természetesen hangfelvétel nem készült a beszélgetésről, tehát... Most nagyon megnyugtatott egyeseket. Bizonyíthatatlanok ezek a kérdések, ugyanúgy, mint az Orbán Viktor párizsi lakásáról terjengő pletykák, vagy a fideszes horvátországi kikötőről terjengő pletykák. Pletykákkal nem is foglalkozunk, így van. Pletykák. A lényeges, a tény az viszont, hogy ön tojást dobált, és megkapta a büntetését. Igen, tehát hogy mondjam, én ezt pozitívumként értékelem az igazságszolgáltatás részéről, de nagyon szeretném, hogy akik a tévészékháznál a rendőröket nem tojással, hanem téglával dobálták, azok is megkapnák például a büntetésüket. Mert köszönöm. Mondjuk Amerikában ezt elképzelhetetlenek tartanám, hogy egy rendőre így bárki kezet emeljen annék, hogy azonnal lelőnék. Hát ez az egyik, de még ha nem lövik is le, de hogy másfél évig vagy még tovább nem húzzák a felelősségre vonását, ez biztos. Jó. Köszönöm szépen, uram, viszont hallásra. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott, viszont hallásra.